Szevasztok, köszöntjük a Game Day iroda minden kedves kollégáját. Üdvözlünk titeket! Egy olyan játékot fogunk játszani ezen a héten, ami specifikusan két játékosra termett. Ez pedig a Brothers The Tale of Two Sons. A Tale of Two Sons? A lényege az, hogy ugye ezt kontrolleren lehet egyedül játszani, és gondolom PC-n is valahogy meg lehet oldani, minden esetre PC-n megoldható, hogy egy keyboardon két ember legyen a két tesó. Egy ember, két ember. Így van. Én nem tudok sokat erről a játékról, Imi valószínűleg sokat többet tudod erről a játékról, de abban biztosak vagyunk, hogy depresszív lesz, úgyhogy kezdj el! Mehet! Ez vagy te. Miért mindig ilyen depis játékokkal játszik? Gergely iroda, boldogság, öröm, szeretet, totális depresszió, kit halt meg? Nem áll. Titanic. Én már szomorú vagyok. Örülök, hogy te filmes hasonlatokkal el tudod hesegetni magadtól ezt a... Nincs lelkem. Tolják ezt a fájdalmasan szomorú hegedű szólamat is. És megjelent Obi-Wan Kenobi is. Így fog kinézni ez a gameplay. Jövünk és így... És még az apánk is beteg. Tehát, hogy ha már good. Szar, érj egy nyakig, szokták mondani. Nem elég ez a kezdés, apa is beteg. De jó. Oké, okay, akkor most én tolom, te meg húzom. Én húzom. Let's do it. Vagy ellen nyomok és megállunk. Működik, csak kiadja. Menj a picsába! Persze! Én hazamegyek! Hey. Ha elindulok a lejtőn egyedül, akkor abból baj lesz szerintem. Na jó, tudod mit? Szállal és besegítek inkább. Gyerünk. Most ennél nem tudunk gyorsabbak lenni, ugye? Ennél nem tudunk gyorsabbak lenni, és azt vettem észre, hogy itt az nem működik, amit a portálba csináltunk. Tehát itt, ha rámegyünk egymás szivatására, soha nem fogjuk kijátszani. Jó, jó, oké, oké, rendben. Például most én egyenesen tolnám, csak valaki nem, vagyis húznám. Jó, jó, tehát nekem is kell korrigálnom. Oké, okay, nem, én próbálkozni fogok, komolyan. Szerintem mit gondol itt az apám? Na, ennyit sikerült az életemből kihozva. Két totál inkompetens gyereke. Ezért kár volt iskolába járni. Tudod meg. Na, ezt... Várjál, én most... Hopp! Jó, nem esett le. Én most öngyilkos leszek. Na. Segíts már, légy szíves, szerintem ez ja, ja. Nem fog menni. Jövök. De... Próbáld meg te. Hogy elhessegetted? Ja, hogy én vagyok az erősebb, gondolom, igen. Te meg az én agilisabb. Aha, ebbe benne vagyok. Király. Én már látom is, hogy mi következik. Remélem én vagyok a kis agilis, nem? Dobjál föl, dobjál föl. Ó! Oh. Yeah! Hát ez tök nice. Jó. Nice, ez ügyes. Építünk a előnyeinkre. Gyere csak, öcsi. Vagyis bátyó. Ne tauntoljál oda lent. Mász fel arra a kötélre! Szerinted hogyan tudjuk ezt mi valahogy megturbózni? Gyorsabban! Lehet... Te felfelé nyomod? Én igen. Én is. És hogyha sokszor nyomni gyorsan felfelé? Semmi. És ha lefelé húlom? Nem? Ők csak ilyen arcok. Nem sietnek el semmi. Pater nem megy sehova. Az Isten várja meg, de unom. Oké. Okay. Ez az. Ne! Apa! Fogd meg gyorsan, fogd meg gyorsan! Nem tudom, egy gomb! Na, gyert! De nem úgy volt, hogy fölért. Bocsánat. Nem elég, hogy egy ilyen erős szenvedéssel indít, szenvedj miközben játszol. Oké, és ez egy szinten ezt a fajta beolvadást a játékban. Én egyébként tudom adni. Tehát vannak olyan ilyen játékelmek, amik rossz érzést keltenek, de a játékélményhez hozzáadnak, fine. De mondjuk ezt így másodjára már nem nagyon akarom megcsinálni. De valami, amivel egy kitámasztom, kimegyek egy teáért, és mire visszajövök, addigra apa itt van fönt. Igen, az unalom az nagyon ritkán használható fel, mint pozitív játékelem. Most egyet nem tudok mondani.
Ez egy akkora aranyköpés, hogy valamilyen gamer lexikonba föl kéne írni. Mondjuk két ilyen puzzle-t vagyok hajlandó. Várj, most felért. De mit tekerjük tovább? Egy másodpercre engedjük el. 3, 2, 1. Run! Oh! Yeah, Potter! Mondjuk nekem tetszik, hogy azáltal, hogy így halandzsáznak, nemzetközi. Mm. Mindenki azt képzel oda, amit akar. Mm-hmm. Ez tényleg érdekes. És tök kifejező amúgy. Ilyen hangsúlyokból meg se többi tökre megérteni. Én vagyok a piócás ember. Szeléről kell hozni a szentölt vizet. Simán az emlékező az apának egy ilyen elég agresszív náthája van, és mi full ráparázunk. Hát miután már anya nincsen, azért ráparáznék én. Legyünk már ennyire emberkősor. És most összekacsintanak, tudod. High five! Elmentek a fiúk. Jaj, de szép amúgy. Szép. Igen. Kis egyszerű grafikája van, de szép. Na mi van, öreg? Te vagy you a Little John! Pass, vagy... You shall not pass! Nem tudsz úszni, Imrém. Hát miután már megfulladtam egyszer majdnem. Igen. Jó, oké. Okay, vizet csak pohárba, tudod. Hmm. Indokolatlanul gonosz az a srác a hídon. És ez a dramaturgiai elem is indokolatlan. De valamiért úgy érzem, hogy ezen a gyökeren föl lehet mászni. Igen, ez nagyon olyan gyökér, amin fel lehet mászni. Tessék, bakke! És utána is nagyon de most, megverjük, de ilyen nagy, de ilyen nagyon... tényleg. És fellógatjuk a hídról. Platforming action! Brothers, the tale of two Marios. Tidip, tip, tidip, tip, pip, 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 pip. Én lecsik meg! Fuck all of y'all! Még a játéknak! Te mennyit csinál? Csinál. Egyébként szép. Megint csak. Most akkor van erre valami, vagy nincs? De ez aranyos. Oh. Ez valami nagyon szomorú játék lesz. Egy valaki kőkeményen meg fog halni. Mekkora Assassin's Creed? Ugyanez jutott eszembe. Te szerencsétlen, ez egy pincsé! Nem baj, talán 3 percre megszabadultunk tőle. Nem, most már ő neki kell rettegnie tőlünk. Így van! De és most átmászom a kerítésen és agyon verem a gyereket. Hmm. Aranyos. Hmm. Menjünk tovább. Hmm. Batya, tessék már mondani. Akkor ne. Mekkora egy kreatív vagy. És tudom, mi lett volna a reakció. Lecs, lecs. Írga, megkügyek és bekúrja a vízbe. Anyád a röhögél. Na, ez egy részeg ember, ez tetszik, ez egy részeg ember. Akkor nem erre menjünk. Menjél, hát ha levett a másik cipőjét is. Azért a kis gyerek... Jó, ki, rávállal! Ő igen. Én közben gondolkozom ilyen kooperatív játékokon, ilyen ehhez hasonló felosztásban, de nem. Tehát most arra gondolok, hogy nem az, hogy van egy tök jó single, amit lehet kooperatívban nyomni, mert miért ne, hanem hogy ez eleve, hogyha egyedül játszol, akkor is ketten kell játszani. Igen, ilyen nem. Nincs meg, jó van. Ahhoz igen? Ahhoz igen! Lightning reflexes! Gyere ide! Jaj, de hülye vagy, te barátom! Új, de hülye vagy! Run! Légy a vendégem! Figyelj, kommandó, level 150. Jó, nem vett észre. Akkor én már befutok a célegyenesbe ezzel az erővel. Menjünk be a vízesésbe. Minden játékban, minden vízesésben általában ott van egy barlang, ebben ott van nincs. Valami, és nincs, csalódott vagyok. Na, és akkor ott találkozunk. Szavasz! Azért tapasztalt, hogy van rá szükség néha. Nem engedett tovább menni. Pedig megpróbálta. Nagyon jó, én mókuska elkezdni fogok. De jó. Hú! Milyen hefty ez a birka! Mennyire kövér! Na mi van veled, haver? Hát ennek a birkának a dizájnja ezért megérte játszani ezt a játékot. Ez fantasztikus. Nem értettem, hogy miért kellett ezt Unreal Engine-nel megcsinálni. Most már értem.
Troll. És gombák. Ez troll vagy ez ogre? Ez troll. Trogle. Igen, látunk. Hát, hogy te értel visszívodalóban. Köszi. Az a baj, hogy én pont beleférek abba az üstbe. Akkor... Kettő! Jó, ezt a csaját biztos meg kell találni. Igen. Az igen? Asztorol! Na gyere barátom, engem mennyire is. Jó fej. Engem elrontana. Kitaláltam, ezért lehet leülni mindenhol, mert szép. Nem. És mert gondolom, oda megyünk. Honnan tarnai? Érted? Köszi, hogy segítesz, hogy gyere már! Gyere már, kicsit gyorsabban! Elvárásaink vannak, semmit nem adunk cserébe, de gyere már! Én egyszerűen csak azt várom, hogy mikor lesz könyvfacsarról szomorú ez a játék, mert biztos, hogy ez lesz. Na mit gondolsz, öreg gombi? Mit kéne csinálnunk? Aha. Na! Na! Együtt halunk meg! Erről megkérdezhettél volna, igen. És hogyan élted ezt túl? Megyek előre. Ó, na itt nem tud már velünk na, jönni. Hát akkor... Most meg fog is átdob a lyukon. Csak úgy poénban. Chapter 19. 20 évvel később. Innen fogjuk ebből a sötét gennyes mocsárból folytatni. Következőleg, első benyomás... Tetszik. Szép, szomorú és érdekes a mechanika. Nekem pedig borzasztóan unalmas a játékmenete, de nagyon szép és nagyon hangulatos. Zsír! Hi. Legjobb outro ever!